Legutóbb Rob Zombie próbált életet lehelni a Halloween szériába. Az első rész, vagyis a remake szerintem nem lett annyira szar, voltak jó pillanatai. A folytatás viszont nagyjából az egész széria leggázabb darabja lett, nem is érkezett következő felvonás lassan 10 éve. Most David Gordon Green rendezte meg a szám szerint 11. filmet, ami a 78-as első részen kívül nulláz mindent, de ez nem is baj. 40 év telt el a Haddonfield-i gyilkosságok óta, Michael Myers egy szanatóriumban tengődik, Laurie Strode pedig azóta is traumatizált állapotban él, paranoiásan családjától elszakítva. Közeledik a Halloween, Michael átszállítanák egy másik intézetbe, de nyilván megszökik, így a történelem ismétli önmagát. Green munkája egyszerre remake és folytatás. Azért mondom ezt, mert a történet és a cselekmény kisebb belenyúlásokkal ugyanaz, mint a 78-as verziónál, kronológiailag mégis érezhetően haladtunk előre, gondoljunk csak a korosodó Laurie-ra vagy magára Myers-re. A sztori annak ellenére, hogy tök kiszámítható, elég sok dologba nyúl bele. Kezdetben egy oknyomozó páros látunk, akik Michaelről készítenek egy riportot, aztán ott van az elmaradhatatlan tini szál, a megszállott orvos, és persze Laurie és a családja. Egyfelől jó, hogy ennyiféle oldalról körbejárjuk a dolgokat, mégis örültem volna, hogyha jobban kibontják akár a firkászok, akár a doki szálát. Erre nem került sor, helyette jött a klasszikus slasher vonal. Nagyjából 40 perc elteltével indul be a buli, addig a szokásos felvezetést, magyarázatokat, multidézést kapjuk meg. Apropó múlt, Green nagyon szépen ügyelt rá, hogy a nosztalgia faktor működjön. Visszahozott régi arcokat, még az első filmben Michaelt alakító színész is tiszteletét teszi, illetve konkrét jeleneteket idéz vissza, csak kicsit máshogy. Gondolok itt az erkélyen leesős, szerepcserés dologra például, ami amilyen egyszerű, annyira frappáns húzás. A macskaegérjáték sem olyan, mint elsőre látszik, Laurie szépen fel van fegyverkezve, úgyhogy nem lehet csak úgy odalopózni és megszorongatni, mert bizony oda pörköl keményen. Nyilván Myers egy ikon, így elpusztíthatatlan, de valahogy megvolt egy kicsit emberi felütése. Most is egy Terminátor, de nem érzi úgy az ember, hogy elpusztíthatatlan, ami újfent remek elemnek bizonyult. Horrorfronton hozza a kötelezőt a film, de ne gondoljunk semmi extrára. Ijedezni nem nagyon fogunk, véres jelenetek vannak, de elviseltem volna azért több gort is és tini aprítást, ha már egyszer Halloween van, mondjuk az utolsó 20 perc kifejezetten erős lett. Mivel embertelenül nagy siker a film, ezért szerintem tudja, hogy lesz folytatás. Még nem tudom miként, de persze Myers-t 2 másodpercbe telik feléleszteni, úgyhogy nem félek attól, hogy nem oldják meg. Az új Halloween nem csinál semmi extrát, szimplán nyújtja, amit egy klasszikus slashernek kell. A nosztalgia szuperül működik, a zene megunhatatlan, és sikerült kicsit megidézni a 78-as utánozhatatlan atmoszféráját. Logikát ne keressünk benne, egy rakás sebből vérzik az összkép, ellenben szórakoztató és működőképes, mert teszi, amit kell. Az eredeti verzió az egyik kedvenc horrorom, elfogult vagyok vele, és nagyon szeretem. Myers pedig a kedvenc horror ikonom. Az a hangulat, amit a 78-as mozi tud nyújtani, páratlan, és jumpscare-ek is vérse kellett hozzá, mégis van egy olyan összetéveszedetlen légköre, ami tényleg überelhetetlen. Ezt azért mondtam el, mert az elmúlt 40 évben készült 10 folytatás vagy remake közül Green mozia volt képes ezt legjobban visszahozni. Ennek pedig már alapból marhára örülök. Az új Halloween nem talált föl semmiféle spanyol viaszt, egyszerűen csak remekül idézi meg a 78-as eredeti hangulatát, és jó volt Michael Myers-t végre egy korrekt horrorban látni, nem pedig valami 20-rangú szarba. Úgyhogy én adok is a filmre 70%-ot. Ennyi lettem volna, ha tetszett a videó, akkor lájkolj és iratkozz fel, ha gondolod, kövess Facebookon is, aztán legközelebb találkozunk. Csetsz!